Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete, s a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. És a te lelkeddel. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvéreim. Itt a gazdagréti Szent Angyalok templomban és otthonaitokban, akik az apostol televízió szolgálatával kapcsolódtok be a mai ünnepbe, mert ma is apostol ünnepünk van, és el tudunk gondolkodni az apostoli küldetésünkről, keresztény életünk tanúság tételéről, Szent Tamás apostol ünnepnapján. Első péntek is van, az Úr Jézus szent szívét imádva, követjük az ő szelíd és alázatos példáját. Bűnbánati napot is tartunk a mai pénteken. Már most a Szent Mise közös bűnbánati imájával is kifejezzük szándékunkat, hogy a mai napon igyekszünk engesztelést nyújtani bűneinkért. A Szent Misét élő Erzsébet testvérünkért, 8 éves Palomáért és élő Erzsébetért ajánljuk fel. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat védkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és igazgatással. Én igen nagy védkem. Kérem azért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok életem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Krisztus kegyelmez, Krisztus kegyelmez, Krisztus kegyelmez. Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz, Uram, dicsőség a magasságban Istennek, és a mennyben mindenség, a jó alatt a Yeah.
könyörögjünk. Mindenható Istenünk, Szent Tamás apostol urának és Istenének vallotta fiadat, segítsen minket az ő példája, hogy hitét követve mi is életet nyerjünk Jézus Krisztusban, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Szent lecke Szent Pál apostolnak az Efézusiak írt leveléből. Testvéreim, nem vagytok már idegenek és jövevények, hanem szentek, polgártársai és Isten háza népe. Apostolokra és prófétákra alapozott épület vagytok, melynek szegletköve maga Jézus Krisztus, benne kapcsolódik egybe az egész épület, és emelkedik az Úr szent templomává. Ő benne épülnek egybe ti is, és lesznek szentek közreműködésével Isten hajlékává. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Vasárnap este a 12 közül az egyik, Tamás, vagy melléknevén Iker, nem volt velük, amikor Jézus megjelent nekik. Később a tanítványok elmondták neki, láttuk az Urat, de ő így szólt, ha csak nem látom kezén a szegek nyomát, ha nem érintem ujjaimat a szegek helyéhez, és nem tapintom meg kezemmel oldalát, én nem hiszem. 8 nap múlva ismét együtt voltak a tanítványok. Tamás is ott volt velük. Ekkor újra megjelent Jézus, bár az ajtó zárva volt. Belépett és köszöntötte őket. Békesség nektek! Tamásnak pedig ezt mondta. Nyújtsd ide az ujjadat és nézd a kezemet. Nyújtsd ki a kezedet, és érintsd meg oldalamat. Ne légy hitetlen, hanem hívő. Tamás így válaszolt, én Uram, én Istenem. Jézus ezt mondta neki, most már hiszel, Tamás, mert láttál engem, boldogok, akik nem láttak, és mégis hisznek. Ezek az evangélium igéi. Áldjunk téged, Krisztus! Kedves testvéreim, itt Gazdagréten és otthonaitokban, Szent Tamás apostol ünnepén, Galileából származott, valószínűleg ő is halász volt, és ahogy hallottuk most az evangéliumban, kételkedett Jézus feltámadásában, mindaddig, amíg tapasztalatot nem szerezhetett Jézus feltámadott, érinthető testéről. Az utolsó vacsorán is bizonytalankodó kérdést tett fel Jézusnak, amikor Jézus arról beszélt, hogy elmegy helyet készíteni nekünk, a tanítványoknak is, és a későbbi követőknek is, az atyai házban. Ismeritek az utat, ahová én megyek. De Jézus szavára megint csak bizonytalankodó
kérdést tett fel Tamás: Uram, nem tudjuk, hogy hová megy, hogyan ismerhetnénk az utat. És mégis, amikor Jézus önmagát útnak, igazságnak és életnek mondja, és egyedüli lehetőségnek eljutni az Atyához, formált valamit Tamás lelkében, de majd aztán az érintés, amit ő tett Jézus testén, amikor megérintette a sebhelyeit, és a másik érintés, amit a hitben a Szentlélek adott meg neki, bátor hitvallóvá tette őt, és mint a többi apostolt is, Jánost leszámítva, vértanúi győzelemre segítette őt a hagyomány szerint Indiában, Keralában, ahol őrzik az ő apostolkodásának emlékét, és tisztelettel adóznak az evangélium örömhírének, amely eljutott általa a hagyomány szerint Indiáig. Nagy Szent Gergely pápa gyönyörű elmélkedést fogalmaz meg vele kapcsolatban, az evangéliumokról elmélkedve, fogalomtisztázást is tesz Nagy Szent Gergely arra vonatkozóan, hogy hogyan is kell értelmeznünk Szent Tamásnak a cselekedeteit, mert hiszen ő hinni akart, olyan logikával, ahogy nagyon sokan beszélnek valójában a hittel ellentétben, és a hit jelenségével ellentétesen, amikor azt mondják, hogy hiszem, ha látom. Tamás is ezt mondta. Talán éppen tőle ered ez a magatartásmód, de Nagy Szent Gergely azt mondja, hogy ez már nem hit, amikor valaki már az érzékszerveivel tapasztal valamit, az már a tapasztalás, amit látunk, amit hallunk, amit érintünk, az már nem a hit tárgya, ahogy Szent Pál mondja. A hit a nem látható dolgoknak az igazolása, és ahogy ugyancsak Szent Pál fogalmazza, hogy ne a láthatóra, hanem a láthatatlanra fordítsuk figyelmünket, mert a látható az mulandó, a láthatatlan azonban örök. Ezt a láthatatlan és természet feletti valóságot vallotta meg Szent Tamás, amikor nem csupán azt mondta, hogy most már elfogadom, Uram, hogy feltámadtál, és itt a tested, megérinthettem, hanem ebben az élményben, ahogy említettem, a Szentléleknek az érintésére azt mondta Tamás, hogy én Uram, én Istenem. És erre azt mondja Nagy Szent Gergely pápa, hogy itt valóban hitvallás történt. Már nem a tapasztalásáról számol be Tamás, hanem hitvallást tesz, mert bár nagy szolgálatot tett nekünk azzal, hogy hitelesítette Jézus feltámadását, akár jogszerűen, vagy a jogi bizonyítékok módszerével, valóban a tapasztalásával, de azt mondja a szent életű pápa erről, hogy az embert érintette, a feltámadt és fizikai testet, de mégis az Istent vallotta meg Tamás, azt mondta, hogy én Uram, én Istenem. Tehát a feltámadott emberi testről is bizonyságot kapott, de nem erről számolt be. Hittel eltelt felkiáltásában, hanem a köztünk lévő Istenről, a dicsőséges Istenről, ki emberré lett, aki legyőzte a halált, és aki megszentelte és megdicsőítette ezáltal a mi emberi testünket, tehetjük hozzá az előbbi gondolatokhoz. Ez az ajándék, amit Szent Tamástól kapunk. Mondhatnánk azt, hogy kettős ajándék,
a feltámadás hitelesítése tapasztalati úton, és az Isten fia megvallása a hitben, mely által ránk vonatkozik az Úr Jézus szava, mindenkori követőire boldogok, akik nem látnak és mégis hisznek. Erősödjék meg a mi hitünk is, és amikor egybecsengve a mai ünneppel az első péntek üzenete is, az Úr Jézus szent szívének imádására is összegyűltünk a mai napon, valljuk meg azt, hogy Jézus köztünk van, Jézus a mi Istenünk, aki szeret és alakítja a mi hitünket és formálja a szívünket is az ő szeretete által. Amen. Kérjük testvéreim, hitünk szerzőjét, Urunkat, Jézus Krisztust, hogy Szent Tamás közbenjárására erősítse és fokozza a buzgóságunkat. Add, Urunk, hogy szüntelenül törekedjünk, minél mélyebben megismerni téged. Kérünk téged, hallgass meg minket. Engedd, hogy hitünket soha el ne homályosítsa a kételj. Kérünk téged, hallgass meg minket. Növeld bennünk a buzgóságot, hogy minden körülmények között kövessünk téged. Kérünk téged, hallgass meg. Add, hogy imádságaink igazi hitvallás és méltó dicsőítés legyenek. Kérünk téged, hallgass meg minket. Szent Tamás vezetésével és közbenjárására vezess el bennünket a megdicsőült egyházba. Kérünk téged, hallgass meg minket. Élő Erzsébet testvéreinknek és Palomának add meg bőséges kegyelmedet. Kérünk téged, hallgass meg minket. Urunk Jézus Krisztus, te egyházadat az apostolokra és prófétákra alapítottad, és úgy akartad, hogy hitünk vezérei és támaszai legyenek. Kérünk add, hogy Szent Tamás közbenjárására itt a földön erősek legyünk a hitben, a földi élet után pedig részünk legyen a hitvallók dicsőségében általad, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Folytatjuk a 223-as éneket a 6. és 7. verszakkal. Imádkozzatok testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Atya Szent Egyháza. Urunk Istenünk, fogadd el szolgálatunk köteles hódolatát, és kérve kérünk, hogy ajándékaidat tedd maradandóvá bennünk, akik Szent Tamás apostol ünnepén a dicséret áldozatát mutatjuk be neked, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkedre. Emeljük föl szívünket. Lehetünk az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös,
hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, mert nyájadat, örök pásztorunk, magára nem hagyod, hanem szent apostolaid által mindvégig őrzöd és óvod, hogy azok kormányozzák hívő népedet, kik rendelésedből állnak nyájad élén fiat helyett, mint pásztorok. És ezért mi is, miként az angyalok és főangyalok, a trónod körül álló hatalmas égi szellemek, és minden seregek a mennyben, a te dicsőséget himnuszát zengjük, és velük együtt vég nélkül énekeljük. Rögve kérünk tehát, jóságos Atyánk, fiad, ami Urunk Jézus Krisztus által fogadd el, és áld meg ezeket az adományokat és ajándékokat, ezt a szent és tiszta áldozatot. Elsősorban szent és katolikus egyházadért ajánljuk fel neked. Tartsd meg békében, őrizd meg egységben, és vezesd az egész földkerekségen, szolgáddal, Ferenc pápánkkal, Péter főpásztorunkkal, segédpüspökeivel és mindazokkal, akik az egyetemes és apostoli hitet hűségesen őrzik és vallják. Emlékezzél meg, Urunk, szolgáidról és szolgálóidról, szeretteinkről, jótevőinkről, lelkipásztorainkról, családjainkról, média apostolainkról, és mindazokról, akik apostoli tanúságtevő életükkel szolgálnak neked. Emlékezzél meg minden jelenlévőről, és a velünk együtt imádkozó testvéreinkről, akik a televíziók mellett kapcsolódnak be a mai szentmisébe, akiknek hitét és buzgóságát ismered, akikért ezt a dicsőítő áldozatot felajánljuk, vagy akik ezt felajánlják önmagukért és övéikért, lelkük megváltásáért, üdvösségük és épségük reményében, és hódolatukat bemutatják neked, az örök, élő és igaz Istennek. A szentek közösségében tisztelettel megemlékezünk mindenek előtt a dicsőséges mindenkor Szűz Máriáról, Istenünk és Urunk Jézus Krisztus édesanyjáról, valamint Szent Józsefről, a Szent Szűz jegyeséről, Péter és Pál, András, Jakab, János, Tamás, Jakab, Fülöp, Bertalan, Máté, Simon és Tádé apostolaidról, vértanúidról és minden szentedről. Az ő érdemeikért és könyörgésükre add, hogy mindenben érezzük oltalmadat. Kérünk, Istenünk, fogadd meg engesztelődve ezt az áldozati adományt tőlünk, szolgáidtól és házad egész népétől. Irányítsd a te békédben életünk napjait, ments meg minket az örök kárhozattól, és védj fel választottait körébe. Áld meg, Istenünk, bőséges áldásoddal ezt az áldozati adományt, tedd rendelésed szerint magadhoz méltóvá és előtted kedvessé, hogy legyen ez számunkra szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, teste és vére. Ő ugyanis szenvedésének előestéjén tiszteletre méltó szent kezébe vette a kenyeret, és szemét az égre emeltette hozzád az Istenhez, mindenható Atyához, majd hálát adva áldást mondott, megtörte,
tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy tiszteletre méltó szent kezébe vette ezt a csodálatos kelyhet, majd ismét hálát adva áldást mondott, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Megemlékezünk ezért, Istenünk, mi a te szolgáid és a te szent néped, fiadnak, Krisztus Urunknak áldott szenvedéséről, a halálból való feltámadásáról, dicsőséges mennybe meneteléről, és ajándékaidból felajánljuk magasztos fölségednek ezt a tiszta, szent és szeplőtelen áldozati adományt, az örök élet szent kenyerét és az örök üdvösség kelyhét. Nézd kegyes és jóságos szemmel és fogadd el, amint elfogadtad igaz szolgádnak Ábelnek ajándékát, ősatyánknak Ábrahámnak áldozatát, és azt a szent és szeplőtelen áldozati adományt, amelyet főpapod Melkizedek mutatott be neked. Könyörögve kérünk, mindenható Istenünk, szent angyalod vigye áldozatunkat mennyei oltárodra, isteni fölséget színe elé, hogy mi, akik erről az oltárról fiat szentséges testében és vérében részesülünk, minden mennyei áldással és kegyelemmel elteljünk. Emlékezzél meg, Urunk, elhunyt szeretteinkről, jótevőinkről, lelki pásztorainkról, a templomunkban nyugvó hívekről, média apostolainkról, akik a hit jelével előttünk távoztak el az élők sorából, és a béke álmát alusszák. Kérünk, Urunk, hogy nekik, és minden Krisztusban elhunyt hívőnek, add meg a boldogságot, a világosságot és a békét a te országodban. Nekünk is, bűnös szolgáidnak, akik irgalmad bőségében bizakodunk, adj kegyesen közösséget szent apostolaiddal és vértanúiddal, Jánossal, Istvánnal, Mátyással, Barnabással és minden szenteddel, és kérünk, bár meg nem érdemeljük, irgalmadból mégis bocsáss be minket szentjeid körébe. Istenünk, te mindezeket a javakat mindenkor Krisztus a mi Urunk által teremted, szenteled meg, élteted, áldod meg és adod nékünk. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Amen. Üdvözítünk szavára, és isteni tanításán felbátorodva így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, Te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntsétek egymást a békejelével. Az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjjél, hanem csak egy szóval mondom, és meggyógyul az én lelkem. Szent áldozás közben a 119-es éneket énekeljük. Krisztus testvére.
Kedves testvéreim, akik otthonaitokban vágyakoztok arra, hogy szívetekbe fogadjátok az Úr Jézust, és méltók is vagytok erre, imádkozzátok velem a lelki áldozás közös imáját. Jézusom, hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb oltári szentségben. Mindennél jobban szeretlek és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassalak. Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj legalább lelki módon a szívembe, ne engedd, hogy elszakadjak tőled. Könyörögjünk. Istenünk, te ebben a szentségben egyszülött fiat testével tápláltál minket. Add, hogy akit, mint Szent Tamás apostol, hitünknek, hitünkkel, Urunknak, Istenünknek ismerünk, tetteinkkel és életünkkel is megvalljuk, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Hitünk növekedéséért a mai nap engesztelő szolgálatáért kérjük az Urat, áldjon meg minket, a Szent Mise áldását így kérem most rátok itt Gazdagréten és otthonaitokban, akik együtt ünnepelhettük a mai első pénteket. Vezéreljen bennünket az Úr Jézus példája, a szelíd és alázatos szívű Jézus. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen. A Szent Mise véget ért, mondjunk áldást az Úrnak. Istennek legyen hála. A befejező énekünk a 154-es ének lesz. Szent Mihály arkangyal, védelmez minket a küzdelemben. A sátán gonosz kísértései ellen légy oltalma. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten. Te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a ködi gonosz szellemeket, akik a lelkek veszteire körüljárnak a világban. Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen. Jézusom szent szíve, remélek és bízom benned. Szűz Mária kegyelmek anyja, könyörögj értünk. Magyarok szent őrangyala, könyörögj értünk. Szent Pió és Szent Sárbel atya, könyörögj értünk. Mindnyájan szent angyalok és Istennek minden szentjei, könyörögj értünk.